104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt című magazin műsorunkat hallják. A telefonvonal túlsó végén Szombati Andrea, rendőrőrnagy, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője. Szia Andi, üdvözöllek! Köszöntelek én is, és köszöntöm a Rádió 1 hallgatóit. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állsz. Hát jó régen nem beszéltünk, de hát nálatok mindig történik valami, és hát egy újabb jó dologról tudunk beszámolni. Ha jól tudom, akkor verspályázatot hirdettetek. Ez a témánk. Miből, honnan jött ez? Milyen pályázat volt? Andi, kik jelentkezhettek? Mennyi jelentkező volt? Milyen művek születtek? De ilyen komplett összefoglalót adj már nekünk, kérlek. Nagy örömmel, hiszen számunkra is egy kicsit szokatlan terület volt ez, ugyanakkor az élet írja a programot időnként, és az élet hozza az ötleteket. Azon gondolkodtunk egy hónappal ezelőtt, hogy most ugye ebben a helyzetben nem mehettünk iskolákba, óvodákba, gyermekekkel a közlekedésről beszélgetni, a szabályokat bemutatni, de ez egy nagyon fontos dolog. Közlekedni mindenki közlekedik, és nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanulják és alkalmazzák a szabályokat, hiszen így kerülhetőek el a balesetek. Ekkor jutott az eszünkbe, hogy van nekünk a Facebookon egy Békés megyei rendőr főkapitányság információs portál elnevezésű profilunk, és úgy gondoltuk, hogy meghirdetünk itt ezen a profilon egy pályázatot, egy vers pályázatot. Egy hónappal ezelőtt történt mindez, és megmondjuk őszintén, hogy ekkora sikerre mi magunk sem számítottunk, hiszen azt a videót, amelyben közzétettük a pályázatot, közel 6000-en tekintették meg. Hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy mondjuk nem leírtam, vagy én magam a kollégám mondtuk el, hogy miről szól a pályázat, hanem segítségül hívtuk a kis robotunkat. Van nekünk olyan kis robotunk, amit el szoktunk vinni az iskolákba, óvodákba, és a gyerekek nagyon szívesen veszik, hogy a robot mondja el a szabályokat, és még be is mutatja a rendőri karjelzéseket. Nos, hát akkor ezzel a robottal felvettük ezt a szöveget, és robot Tomi szépen meghirdette ezt a pályázatot. Jöttek is nagyon szépen a versek, és azt láttuk, hogy valóban zsűrit kell felkérnünk, hogy válassza ki, melyek azok a költemények, amelyek a legértékesebbek, hiszen mindegyik nagyon-nagyon jó volt. A rímek közé a gyerekek olyan hasznos tanácsokat rejtettek el, amelyek életbevágóak, nagyon fontosak. Nos, így aztán a beküldött pályamunkák közül 12 verset választottunk ki, és persze egy 20.000 forintos ajándék utalványt tűztünk ki fődíjként. Úgy gondoltuk, hogy nem a zsűrivel választatjuk ki már ebből a 12 nagyon jó költeményből, hogy kikapja a 20.000 forintos vásárlási utalványt, hanem megkérjük a facebookozókat, hogy hozzászólásokkal segítsenek a gyerekeknek, gratuláljanak nekik, írjanak kedves hozzászólásokat. És akinél a legtöbben írtak pozitív véleményt, hozzászólást, nos, ő kaphatta meg a fődíjat. Meglepődtünk azon, hogy sokan úgy adták le a szavazatukat, hogy maguk is verset költöttek, és azzal gratuláltak, egy kis rigmusos pár sorral gratuláltak a versírójának. És persze az is nagyon sokat mond erről a pályázatról, hogy több mint 2500 érvényes szavazat érkezett, tehát nyilván azokat számoltuk be, amikor különböző felhasználók írtak a versek alá, de persze egy felhasználó több versre is mondhatta azt, hogy neki tetszik. Tehát több mint 2500-an, és van, akik versben mondtak véleményt. Hát itt jött a következő lépcső, hogy hogyan adjuk át ezeket a díjakat, ajándékokat, hogyan tudjuk kifejezni a gyermekek irányába, hogy mennyire nagyszerűnek gondoljuk azt, hogy foglalkoztak a közlekedéssel, és a szüleikkel együtt megírták ezt a verset, elküldték hozzánk. Hát most nem tudtunk erre külön rendezvényt szervezni, ugyanakkor egy kis videóban megmutattuk az ajándékokat, bemutattuk természetesen a 12 verset is a Facebookon, és megmutattuk, hogy valójában mindenki nyert, hiszen a fődíjat átadtuk Virog Tamásnak, aki a Belvárosi Általános Iskola tanulója, de ugyanakkor mellette mindenkit szerettünk volna megajándékozni. Hát így kezdődött, és így ért véget a mi kis verspályázatunk, és hogyha már így lehetőségem van így a Rádió 1-en keresztül, amit nagyon köszönök, arra biztatni a hallgatókat, hogy olvassák el ezeket a verseket, akkor mindenképpen ajánlanám a Békés megyei rendőrfőkapitányság információs portált, hiszen ahogyan mondtam, ezekben a kis költeményekben igazán fontos szabályokra hívják fel a figyelmet a gyerekek, és valójában van olyan, például a Virog Tamás pályázat nyertesünk édesanyja elmondta, hogy volt, aki írt neki, hogy meg fogja tanítani a Tamás versét az ő gyermekének. Hát ennél jobb visszaigazolás szerintem nem kell. Úgyhogy nézzék meg a verseket, és olvassák el ezeket, hogyha tetszik, akkor természetesen még mindig gratulálhatnak a gyerekeknek, függetlenül attól, hogy már ugye a versenyben nem számít bele, biztosan nagyon jól esik nekik. Igen, és hát szívből gratulálunk a Tamásnak, illetve mindenkinek, aki foglalkozott vele és verset írt. Andi, mondd már el, kérlek, hogy Békés megye teljes területéről, hogy honnan érkeztek be pályamunkák? Békés megye teljes területéről, ugyanakkor nem zárkoztunk el attól, hiszen ugye az interneten nincsenek megye határok, és még országhatárok sem. Így aztán nem zárkoztunk el attól, hogyha valaki esetleg máshonnan küldött volna be. Ugyanakkor azt mondom, hogy a megtekintési adatok azt mutatják, hogy nagyon sokan, tehát megye határokon kívülről is figyeltek erre a pályázatra, és szavaztak a gyerekekre. Itt természetesen legelsősorban az számított, hogy megosztották az ismerősök
között, és ilyen formán felhívták erre a figyelmet, de természetesen azt is értékeltük, akinek esetleg nincs annyi ismerőse a Facebookon, például Rafael Donna, egy kisgyermek, aki ugyancsak írt nekünk verset. Neki, hogyha megnézik most a rádió hallgatók, akkor csekély számú hozzászólás érkezett az ő verséhez, ugyanakkor abban a videóban, amit a Facebookon közzétettünk és gratuláltam a gyerekeknek, ott őt külön megemlítettem, hiszen valójában az ő kis verse is egy kis kincs, csak hát nyilván ugye itt a szavazás mikéntje esetleg olyan formán, hogy kevesebb az ismerős ezen a közösségi oldalon, őt háttérbe szorította. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon gratulálunk, és nagyon köszönjük ezen az úton a Rádió 1 segítségével is, hogy részt vett ezen a pályázaton, és nagy öröm volt számunkra, hogy így az interneten is tudunk egy ilyenfajta közösséget kovácsolni, hiszen ahogy említettem, közlekedni mindenki közlekedik, és sajnos a közúti közlekedésben pillanatok tört része alatt történnek tragédiák, szerencsétlenségek, és nagyon fontos számunkra, hogy a lehető legtöbb balesetet, amit meg lehet előzni, azt előzzük meg, hiszen családi tragédiák, emberi sorsok vannak minden közlekedési baleset mögött, és minél kevesebb történik, azt hiszem, hogy annál többet tettünk, és közösen tudunk ezért leginkább tenni. Andi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, még azért azt mondjuk el, hogyha jól tudom, közlekedj okosan verspályázat volt ennek a címe? Így van, közlekedj okosan, és a gyerekek valóban nagyon okos dolgokat írtak a versekben. No hát szuper, és azért is örülök, hogy tudunk beszélni, hiszen a Rádió egy szívén viseli a gyerekeket, a kultúrát, a sportot, úgyhogy Andi, még egy olyan extra kérésem lenne itt a magazinban, hogy már és amennyiben lehet, akkor a nyertes verset, a Tominak a versét mondd már el, kérlek. Nagyon szívesen. Birok Tamás, kerék, pár, szabály. Piros, zöld, sárga, ez a jelzőlámpa. Ha ezt látom, az jut eszembe, a zenét a fülembe nem teszem be. A biciklit az ebrán muszáj tolni. Ha más nem így csinálja, rá kell szólni. Piros tilos, zöld szabad, de hamarabb át ne szaladj. Gyalogosként jól vigyázz, a bicikli úton ne cikázz. Bicikliden legyen lámpa, s ha egy autó rád dudálna, tudjad, lassan jön a sötét, s a lámpád még mindig nem ég. Kapcsold be és irány haza, és a láncod sose legyen laza. A gumid ne legyen puha, a bicikliden legyen duda. Jó a csengő is, csak csengjen, a fékbovden a feszességtől pengjen. A zebrán a kerékpárt toljátok, sok balesetmentes napot kívánok. No hát, hallod, ez nagyon komoly volt. Virók Tamás, Tomikám, szívből gratulálunk neked, ő hova valósi? Békés Csabai? Békés Csabai a Tamás, 14 éves, és a belvárosi általános iskolának a 8. osztályos tanulója. A vendégségben járt ma egyébként nálunk a Békés megyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese Hudák Pál ezredes úr személyesen fogadta őt és adta át az ajándékát. Elbeszélgettünk Tamással, sok verset ír, és nagyon szeret írni, és nagyon szeret a közlekedéssel foglalkozni. Hát ha ő is közlekedési rendőr lesz, ki tudja. Várjuk szeretettel. Andi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és tájékoztattad hallgatóinkat, jó volt veled beszélgetni, mint mindig, úgyhogy további jó munkát, jó egészséget nektek, és akkor bízom benne, hogy hamarosan újra tudunk beszélgetni ilyen jó hírekről, úgyhogy köszönöm. Nagyon köszönöm a lehetőséget, kellemes napot a Rádió egy hallgatóinak. Velünk történt című magazin műsorunkat hallják dr. Szombati Andrea, rendőr őrnagy, Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével beszélgettem, de jó is ez, mindjárt folytatjuk.